Nyíregyháza három utcájában már új hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik a papírt és műanyag hulladékot. A térségi hulladékgazdálkodási KFT a város családi házas övezeteiben új szelektív hulladékgyűjtési rendszert vezet be. A jelenlegi zsákok helyett a kertes házakban élők merev falu 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeket kapnak. Ezzel javulhat a városban a szelektív hulladékgyűjtési rendszer hatékonysága. A tapasztalatok szerint ugyanis sokan nem rendeltetésszerűen használták a zsákokat, és emellett azok kiszállítása is költséges volt, ezért korszerűsítik a rendszert. Nyíregyháza önkormányzata sikeresen pályázott a Nyíregyháza települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai fejlesztése elnevezési projektre, ennek keretében korszerűsödhet a városban a szelektív hulladékgyűjtés. Az 1 milliárd forintos pályázati forrásból 22 ezer merev falu hulladékgyűjtőedényt a hulladékgyűjtéshez használt járműveket és a kommunális hulladékgyűjtésének elektronikai, informatikai feldolgozásához szükséges csippeket szereznek be. Több mint 50 szelektív hulladékgyűjtő edényt már kiosztottak a városlakóknak, a térségi hulladékgazdálkodási KFT így teszteli a rendszert. Szeretnék felmérni a keletkező hulladék mennyiséget, a keletkezésnek a... A gyakoriságát, hogy az elkövetkező időszakban be tudjuk állítani a vegyűjtés rendjét, és ezt a naptárakban is fel tudjuk tüntetni. Az új szelektív hulladékgyűjtési rendszert jelenleg Nyíregyházán a Zerge, a Maláta és a Bláti-Ottó utcán tesztelik. A merev falu edény várhatóan ősszel jut el a város összes családi házához.